Ez egy nagyon érdekes épület, valamikor háromszornyú palotának is hívták. A tetején volt egy saroktorony, amelynek a csúcsán egy géniusz fákját, világító fákját tartott, és ünnepnapokon hirdette a testi hívlapnak a nagyságát, ugyanis ez a nyomda, a Légádi testvérek nyomdája, a pesti hívlapnak a nyomtatására készült elsősorban. Volt a tulajdonos Légládiaknak a lakása, ez egy főhely. Később a nyomda történet folyamán itt volt az igazgatói iroda is, itt helyezkedett el. Itt a szedők, a linószedők voltak, a harmadikon a monószedők, a negyedikben pedig a kezdőségek az első emeleten helyezkedtek el. A Légvád idejében csupa nagy név, mint Vicszát Kálmán, aki egy időben itt lakott az épületben, Jókai Mól, akkor Kosztolányi Dezső, tehát az akkori nagyságok. A mai sarokablak, legfelső szint sarokablak a helyén egy torony állt, két oldalt, két kis toronnyal kiegészítve, és erről a toronyról, a háromtornyú palotának nevezték el ezt az épületet. A negyedik emelet legfelsőbb szinten a háború után, államosítás után ott helyezkedtek el a szerkesztőségek, a harmadik emeleten a monószedők voltak, a második emeleten a linószedő osztályból, és az első emeleten pedig az irodát, a kereskedelmi irodát és az egyéb irodát helyezkedtek el. Az épület sarkán, a földszinten van egy kijárat, ez egy nevezetes hely, ez mindig az expedíciónak a helye volt. Itt adták ki a itt elkészült nyomtatványokat. Van század elején fotó, itt állnak sorban, az újság terjesztén megkapják a lapokat, és voltassák szét a városban. A forradalom idején a nyomda, átkeresztelték a nyomdát, a munkástanács, és október 23-a nyomda lett a neve. Itt készült a Magyar Hungi című lap, amelyet emléktábla örökít meg az épület. Ez volt az épületnek a fő bejárata, a Balcsi Zsilinszky út 78. Itt a Porofina hűz! Ma is ez az épületnek a fő bejárata, visszaépítették, de hát most már teljesen modern automata, fotocellás kapu nyílik az áram. Az épület aljában építettek egy bisztróvárt, amely a régen nem volt, ez csak a mostani új egyben van az épületnek a lehetősége. Itt fognak étkezni az évek dolgokat, de az utcában is telenek. Az épület főbejáratán egy linógép díszíti, ez egy eredeti gép, innen az épületből származik, és ide került vissza egy Lino TTS relikvia. Az épület belseje ma egy 21. századi belső. Ötvözve van a régiekkel, az építészek megőrizték az eredeti Eiffel iroda által tervezett vasszerkezetet. Gyönyörű felújították a mozaiksort, a féle emeleti mozaiksort, és vissza
építették az unikornisokat, ami a Légvándé családnak a címeréből származik. De is állunk a belső csarnokban. Ez a valamikor a gépterem volt, rotációs gépek sorakoztak, Aero 72-esek zutak. Csodálatos a belseje. Igen, az a főlépcsőház. Azt visszaépítették egy az egyben, annyi eltéréssel, hogy a lift nem oda került. Tehát a liftet már nem építették vissza. Lift szolgálja a le- és följárást a főlépcsőházon kívül. Ez eredetileg nem volt, ez már a 21. század terméke. Oké. Eredeti mozaik sort díszítésként építettek körbe az épületben. Ez visszakerült a helyére, felújítva és pótolva, ahol esetleg sérülés. Most. Az épületben élő zöld fal található, ami a mai ökoszisztéma tervezésnek a gyöngyszeme. A csapadékvíz fogja locsolni ezt az élő növényzetet. Oké. Eredeti főlépcsőházban vagyunk. Visszaépítették ezt is az oszlop saraival együtt. Annyi a különbség a régihez képest, hogy valamikor itt lift működött. Tehát az már egy korszerűtlen emeleten. Végig az oszlopok tetején egyszalvú unikornis látható. A Légvádi családnak a címerében, nemesi címerében volt látható. Kevesen tudják, hogy ezt nemesi család volt a Légvádi, de soha nem használta valamiért.